Sziasztok, srácok! Folytassuk hát a Demon's Souls végigjátszását, amit ott hagytunk abban legutóbb, hogy megöltem a Pokeboss-t, visszaértem a Nexusba, szintet léptem, meghaltam, tudjátok, csak a szokásos. És én ezután egy jó pár napig el se indítottam a játékot, nem játszottam vele semmit, viszont én közben agyalgattam, hogy a mai részben merre menjek tovább, mert négy lehetőség is van, és arra az elhatározásra jutottam, hogy meg fogjuk nézni a harmadik Archstone-t ott fent bal oldalt, és majd csak később megyünk el ide a jobb oldaliakba, úgyhogy menjünk is és nézzük meg itt ezt a fönti harmadikat, ami úgy néz ki, mint egy börtön, úgyhogy menjünk is és nézzük meg, verekedjük végig magunkat a területen, illetve az első részhez jött egy érdekes komment, amiről én egyébként nem tudtam. Ugye az első részben volt az, hogy beszéltem ugye a World Tendency-ről, ugye a pozitív meg a negatív irányról, és ugye elmondtam, hogy miért érdemes a pozitív irányba elvinni a világokat, mert ugye vannak ajtók, amik akkor lesznek nyitva, viszont én azt nem tudtam, hogyha negatív irányba visszük el, akkor minél többször halunk meg kint ember formában, akkor egyre nehezebb a játék. Egészen pontosan, hogyha mínusz 3-ig elviszük, akkor a legnehezebb. Az ellenfelek nagyobbat sebeznek, több életük van, tehát sokkal nehezebb a játék, úgyhogy én azt nem is szeretném, de szerencsére én úgy is játszom a játékot, hogy kint a világokban, emberformában nem fogok meghalni. Na nézzük is meg, hogy miféle jóságokat tartogat nekünk itt ez a terület. Induljunk el egyből jobbra és nézzünk szét. Itt bent van-e valami? Nem, nincs. Úgyhogy itt... itt viszont van valami tárgy, ami nem tudom, hogy mi. Majd megnézzük. Ott a túloldalt is lesz egy, ez meg nyilván zárva van. Oké, ez lemerem fogadni, hogy majd egy fasza shortcut lesz. Azt nem mondta, hogy... Azt nem mondta, hogy átlősz! Pedig átlő a túloldalra. A mocsok. Jó. Na, csönd legyen, nem ordibálsz. Ott van egy kulcs a falon. Te meg gyere már egy picit közelebb. Gyere ide. Az a baj, hogy ő most engem észrevett, és lövöldözni fog a világ végéről is. Jó, kösz a kulcsot. Az a harmadik emeletnek a cella kulcsai. Na, gyere ide te. Csápos fejű. Rip. Jó, három vágásba hal. Az azért nem olyan rossz, és ad 400 szólt. Aha, és ezekhez a cellákhoz vettem fel a kulcsot az előbb. Ó, és itt van a varázsló ruha, meg a bot is. Nagyon jó. Hogyha esetleg mágussal szeretném játszani a játékot valamikor. Te ellenség vagy, ugye? Van target lock rá, úgyhogy ellenség. Kettő darab vágás. Ne ordibáljatok már, hát mi az Isten van veletek, nyugodjatok megfelé. Megszabadítlak a szenvedéseitektől. Érdekes egy börtön, hogy késekkel meg fegyverekkel zárják be a rabokat. Jó van, majd segítek, hogyha megtalálom, hogy hol vagy. Talán. Itt is van egy tárgy. Zseblélek. Ez nyílik? Igen. Csak nincs értelme bemenni, mert nem látok bent itemet. Nem? Kinyitok én mindent. Te? Haver, jó vagy? Nyújtózkodsz? Jó, van, akkor hagylak békén. Na nézzük. Hú, ez a kamerarángás, ez fel fog cseszni teljesen, amúgy. Hello, mi? Hát, köszönöm szépen, hogy megütöttél. Jó. Na nézzük, ez micsoda? Zseblélek. És itt is van nékem egy olyan, hogy... Ez egy shard. Ez valami fejlesztő anyag. Oké. Na itt viszont láttam egy
ösvényt, úgyhogy átjövünk ide a túloldalra. Ezt széttörjük, mielőtt még bármi rosszat csinálna velem. Aha, aha, aha. Na gyere! 1, 2, 3. Nem varázsolgatsz meg. Nem szabad. Ez a tárgy, ez is ilyen sárt. Na, mert szerintem biztos, hogy valami fejlesztő anyag lesz. Hát ott bent meg egy hulla, meg patkányok, fúj. Na, azt mondja, hogy lehet, hogy először... Ennyi nem? Hallj meg! Jaj, le ne essek! Most nézem, hogy ott le lehet esni. Szóval először én rárangyolok erre a mágusra. Így. És itt is van egy kulcs. Oké. És akkor most a cellákat. Hello me! Hallj meg! Ez az. Ó, ott van valami tárgy, mire vigyázol? Bakstab! Analiti! Ez az. Silver koronet. Igen? Mit tud? Ez fejes? Fejes. Ó, ez ilyen varázslós cucc. Ha jól látom. Meg szeretnélek ütni. Ezt a Dark Souls-ban tanították a lovagok. Hogyan kell átütni a falon meg szilárd tárgyakon. Royal Lotus. Oké. És erre viszont már nem igazán van ajtó, amit ki tudnék nyitni, úgyhogy menjünk tovább. És addig, amíg ezeket a hülye csengőket halljuk, addig baj van. Ezeket az ajtókat amúgy nem lehet nyitni. Mondom, meghalsz. Add ide a itemet. Videós. Aha. Jó, akkor így csináljuk. Iframe, van ajtót nyitok? Fú, ezek viszont nagyon szemetek voltak, hogy ilyen nézével, ilyen piszkával szurkáltak itt tett a rácsokon. Hello. Azoknak ott veszniük kellett mindenféleképpen. Ez is ilyen sárt. Jó, az egy picit ilyen lassabban haladós terület lesz, úgy látom. Meg itt zsákutca is van. Jó. Akkor valahogy el kéne jutnom egy szinttel lejjebb. Amit hol teszek meg vajon? Hát nem itt. Mi volna akkor, hogyha én itt visszajönnék? Itt le lehet esni? Hát megmondom az őszintét, hogy nem szívesen. És itt van-e? Várjál csak. Mert itt volt egy ajtó, ott, ami zárva volt, és most én azóta vettem fel egy kulcsot. Mi volna akkor, hogyha megpróbálnám kinyitni? Hát, ha kinyitja. Ne ordibálj. Légy szíves. Na nézzük. Aha. Nagyon jó. Sperma függöny. Nagyon jó. És akkor így megyünk. Nem is lejjebb megyünk, hanem feljebb. Nekem az is jó, mindegy, csak haladjunk valamerre. Te ordibáltál eddig? Hallj meg. Itt semmi. Viszont... ha én ide bejövök, itt vannak itt ilyen nyújtózkodós emberek. Meg azt ki lehet majd nyitni, de jó. Hulla van benne, figyelj. Annyira tudtam, nem ijeszgetsz meg, nincsen jumskare. Jumszare, érted? Nincsen jumpscare. Nem. Nem ijesztesz meg.
Nézd meg, és forog a kamera magától, ez kiborít. Nem, abban nincsen semmi hulla. Nem én forgatom a kamerát, hanem a játék magától, azt a mindenit. Hát, nem gondolod, hogy én annyi zombi közé be fogok menni. Hát jó van, viszont a többieket. Aha, ez viszont zárva van. Akkor ez megint keresnem kell egy kulcsot. Hát itt egyelőre ez is zárva van. Jaj, le ne rohanjál, mert rögtön rosszul leszek. Hagyjál békén. Jó, nem kéne meghalni, az a helyzet. Mi lenne, ha védekeznék amúgy? Van egy shieldem. Hát nehogy már megöljetek. Ah, figyeld már. Hát te. Azzal még meg fog gyűlni a bajom, én úgy érzem. Onality! Ez az. Itt nincsenek ilyen titkos falak? Vagy amiket így meg kéne ütni? Nem, nincs. Valahol valaki nagyon énekel. Valaki valahol nagyon vidám. Jól érzi magát itt a böriben. Oké. Okay. Ebben. Ha-ha! Ha-ha! Mondom, szétütöm. Ó. Oké. Ruhadarab. És ez? Aha! Ez meg még él? Te hogy élted túl? Meg mondjuk, hogyha látnék valamit, azt értékelném. Haj meg! Ne varázsolgassál itt nekem, jó? Köszi! Á, és kapásból kettő kulcsot is kaptam, nagyon jó! Old Spice! Ne! A kurva életbe! Hát visszaestem a terület elejére. Hol vagyok? Ja, tudom. Oké. Hát tényleg a terület elejére estem vissza konkrétan. Hát a francba. Na figyeljen már, hogy mi van a lábam előtt, eló. Nyugodjál meg, nyugodjál meg. Majd, talán segítek, hogyha megtalálom a kulcsot, amivel ki tudlak engedni, és barátságos vagy. Mert ha nem vagy barátságos, nem segítek. Vagy segítek, csak előbb, utána megöllek. Na. Azt mondja, hogy ha már leestünk. Már leestünk. Mi volna akkor? Nézd meg, hallod, és egyből rongyolnak kifelé. Rip. Nézd már, és a köcsökbe beleszorult egy ember. Meg még egy. Close. Oh. Lehet karmolászni. Secret Dodger. Oké. Van egy bökünk. Na, sanszos, hogy most ezt is ki tudom nyitni, de én még nem akarom. Jaj, le ne rohanjál már! Ez a kameraforgás automatán az oszlopok miatt, ez szörnyű. Amelyik ezt kitalálta a From Software-nél, hogy ez így működik. És ez így jó.
Azzal lehet, hogy el kéne beszélgetni, hogy nem, ez így nem jó. Ja, ott voltak a kulcsok, itt volt egy varázsló, itt majdnem leszaladtam már megint. És megint leesek! Na jó. Akkor mondom, mi a szitju. Az a szitju, hogy én most itt visszaszaladok. És ami ajtót az előbb nem akartam kinyitni, azt kinyitom, és arra fogok kifelé menni, mert valószínűleg arra kell tovább haladni. Te meg nem morogjál itt nekem, mert az nem jó. Szóval itt szépen felszaladunk. És... ha fent leszünk, kinyitom azt az ajtót. Megölöm a garázslót, remélem. Figyeld, és forog a kamera, ugrál össze-vissza. Na nézzük! Itt nincsen itt nem elrejtő ezekbe? Nem, nincs. Végül is itt ebbe a varázslóba már egyet beleütöttem. Hello, mi? Nem szórakozol itt velem, felejtsd el. Ez? Fresh spice? Van az old, meg a fresh. Ah, és valószínűleg most jutottam át arra az oldalra, ahol... Te mit csinálsz? Lebénítasz és meg fog szopkodni, mi? Engedje! Nem, nem, nem kaphatsz el. Mondom, hogy meg akart szopkodni. Menj innen. Te mocsok. És akkor ahol leestem, most jutottam át a túloldalra. Itt estem le kétszer is. És itt énekel. Szia! Miért van ilyen jó kedved? Ne hagyd abba! Na jó, de... You're an ordinary human, aren't you? Where do you call home? Dear me, I shouldn't pry. Oh, perhaps you'd like something from my collection. I've had better days. I was once the wife of royalty. And I have some nice things to show for it. Lehet nála bujolni, mit bujolunk? Fulmar, igen, növények nem érdekel, sárt. Milyen bökök van, rapier, ó! Na takarodjál! 50 ezer szólba kerül az a gyűrű, hogy ha megölök egy ellenfelet, akkor több szól dobnak. 50 ezer! Hát soha nem lesz annyi lelkem. Hát ez hülye ez a játék. Nem gondolod, hogy egy picit túl van árazva? Őt miért nem akarod kitargetolni? Úgy-úgy. Au. Haha. Au. Híleltem. Híleltem, és nem kellett volna. Na, elvileg akkor, hogyha eljövök ide jobbra, akkor ez a jó irány. Megoldom, tehát az, hogy most egyszer meghaltam, belefér. Tehát sokan voltak, faszra húztak. Menj már! Engedj! Engedőzzé. Az a baj, hogy akkor most a mágusok is élnek ám, hello. De meg remélem jöttök utánam. Hát, jönnek bizony. Jönnek a rajongók. Halljátok meg. Na, hol van itt a... csengettyűs? Ja, hogy ott a Isten... Istenem. Megvárom még egy picit közelebb jön, hogy ne kelljen annyit futni, hogy ne legyen ideje varázsolni. Egy. Pont így gondoltam. Jó. Nem erre megyünk. Jó, ezt visszaszereztük. Csak az a baj, hogy most meg jön egy ilyen hülye hulla utánam. Őt targetold, jó? Te most mit csinálsz?
meghalsz. Nem mertem támadni egy pillanatra, mert mondom, mi van akkor, hogyha pont olyat varázsol, ami nekem nagyon-nagyon fáj. Aha, oké. Éj, ez dobott valamit. Royal Lotus-t. Na, most okosabbak vagyunk. Na várjál. Te még nem haltál meg. És úgy, ilyenkor felszoktam tenni magamnak a kérdést, hogy ez az előbb miért nem sikerült így. Hirtelen meglepett a számuk egyébként, az lehetett a baj. Na ebben hulla. Akartok fogadni, hogy valamelyikben... Ó, ez valami mágus gyűrű, majd mindjárt megnézzük. Tehát akartok fogadni, hogy itt valamelyikben még élni fog a... cucc, életben lesz. Mondjuk ebben. És... aj, de mocsok vagy! Te szemét állat! Hol van a poison elleni? Itt van. Royal Lotus kell a poison ellen. Ez nagyon szemét volt, hogy... ahogy kinyitottam, már rám rakta a poison-t. Te szemét, te! Azért meghaltál. Amúgy is meghalt volna, de... de szeméthúzás volt, hogy esélyem nem volt kikerülni. Vagy lehet, hogy lett volna, hogyha egyből eldodzsolok. Hát a pajzsot azt próbáltam felemelni, de nem igazán adta be a játék. Na nézzük, hogy... igen. Itt semmi. Az a baj, hogy a túloldalt viszont... szerintem... aha, ott rohangál. Garázsló. Itt se semmi. Ez meg még zárva van, ehhez majd kulcsot keresünk. Jó, akkor itt egyelőre ez a szint ennyi. Akkor eljövünk. Erre. Ez nyílik? Na, náhogy nyílik. Bebaszna, hogyha nem, mert akkor nem tudnám, hogy merre menjek tovább. És ez. Ez is zárva van. Itt van egy kulcs. Ez az első szintnek a kulcsai. Aha. És ez az első szint? Nem. Az első szint az nyilván jóval lejjebb van. Azt mondja, hogy... még egy spermafüggöny. Heavy crossbow. Oho! Attinak eddig kell eljönni a heavy crossbow-ét. Vagy ahogy ő mondja, clothbow. Aha, és ide szedtem fel a kulcsot. Valószínűleg erre kell jönni, úgyhogy... nem, hanem még azt a másik szintet megnézem. Hello, hello. Gyere, garázsló. Az jó messzire elment. Rip. De kár, hogy nem hal bele egy vágásba. Hát mondjuk, hogyha izét használnék, amúgy két kézben a kardot, akkor meghalna egy vágásba. De jó lett volna megbakstabolni. Beküldtem volna neki egy análitit. Meghalnál, köszi. És zárva van. Hát de van nálam egy valakkulcs. Geci és vonat. Ez is zárva. Ez is zárva. Jaj, te így kopácsoltál az ajtón.
Talkoljunk már. Nem open, talk. Talk. Well, you are a sane one, aren't you? My name is Ridiel. Te szerintem valami varázsló lehet. Liberate me from this cell. Az a nagy botta. I have precious little time. I must retrieve an article from my corpse. Az biztos, hogy valami varázsló. És figyeld, üti az ajtót, és olyan, mint a vonatnak a hangja. Emlékeztek, hogy mesékben meg ilyenekben ilyen hangja van egy vonatnak. Ja, és te ordibáltál eddig. És meg, hogy segítség. Sorry, de ez a szint, ez nincsen kulcsom. Majd ha lesz, akkor talán visszajövök, hogyha eszembe lesz. A mágia úgysem nagyon fog nekem kelleni. De várjál, Ácsi. Mert én egyébként vettem fel armort is. Varázsló, meg ez a black. Na nézzük, egy kicsit kisebb a védelme. Nem olyan rossz ez a ruha. Nem néz ki rosszul, csak mert a védelme az nem az igazi. Úgyhogy mondjuk ez maradhat. Ez jöhet. Mondjuk a kesztyű is maradhat igazából. Meg jöhet ez is vissza. Elég ilyen vegyesen felöltöztettük karakterünket, de nem baj. Te mi vagy? Aha! Szóval téged nem árt, hogyha megöllek. Hagyjál békén. Így fedezékről fedezékre megyek, érted? Kapta azért. Oda nézi, hogy hadonászik. Meddig hadonászol? Eddig. Old Spice. Jó. Amilyen nagy darab volt, olyan egyszerű volt megölni. Nyilván, hogyha azzal a nagy charge-olt lövésével, hogyha eltalál, az lehet, hogy... Az lehet, hogy megéreztem volna. És ha jól láttam, zseblélek volt, elég hamar elnyomtam. Egy semmi. Mi lenne, ha azokat a cellákat nem nyitnám ki, ahol nincsen semmi? És akkor nem húznám az időt. És ugyanúgy kinyitom. Megszokásból mindennek nyitva kell lennie. Itt sincs semmi. Leülhetek? Ne szeretnék ülni. Mondjuk nem, mert eléggé fájdalmas lehet. Kite shield. Még egy picit, szerintem ez az armor, ez nehéz, ezt nem tudom hordani. Ha meg igen, akkor elkezdek midrollozni. Majd más nem úgy fejlesztek a karakteren, hogy jó legyen, hogy tudjak hordani egy picit nagyobb armort. Azért a védelmem jó legyen. Azért szeretem, hogyha fürge. Jó, hát akkor igazából ez itten ennyi. Na állj! Ha egy már! Te meg halljál már meg! Jó, hát nem adnak sok lelket, de hát... Itt vannak, meg kell halniuk. Ők az igazi köcsögök amúgy. Már bocsánat. Aha, és dobott valamit. Royal Lotus, egy darabot. Jó. Szétnézünk, itt van valahol egy kristály egyik. Ott. El fog menekülni, attól tartok. Gyere vissza, ne menekülj! Gyere vissza, gyere vissza, gyere vissza, gyere vissza, gyere vissza! Hova fogsz elcsalni amúgy? Nem tűnsz el!
Egy. Mi volt nálad? Kösz. Na, hol varázsol? Mert hallom ám, hogy csengettyűzik. Jó, kezdjük el nyitogatni az ajtókat. Aha, és itt nem kéne leesni, úgyhogy visszafordulunk. Itt sincs semmi. Az a baj, hogy ezzel a karddal nem olyan egyszerű azokat a gyíkokat megvagdosni. Mert elütök mellette. Ó, ez az. Zseblélek. Oké. És ez nyílik, ez van kulcsom. Van bizony. Próbáljuk meg megfejteni, hogy ez hová visz. Felfelé, az már stim. Ne ordibálj. Ez felfelé hoz minket, mégpedig ide. És ez zárva van. Vajon hol lehet a kulcs? A kulcs. Kell a kulcs. Ebben? Semmi nincs benne. Arról jöttem, igen. Arra ki tudok majd menni. Viszont még erre nem néztem el, úgyhogy most ez fog következni. Hello? Nem. Nem. Akkor is kinyitom mindet. Akkor is, hogyha csontüresek, zavarnak, zárva vannak az ajtók. Oké, állj. Állj, miért nincsen? Itt nincsen kulcs. Ide nézz, itt van egy ilyen rejtett ajtó. Oda volt pakolva, vagy nyelás, hogy ott van egy ajtó. De én észrevettem. Rosszat csináljátok. Itt van egy item. Ez egy kard. Kurva nagy szobor. Hát akkor jó. Itt végeztem, akkor... Kimegyünk a másik oldalon, ahol mondtam, hogy valószínűleg arra kell menni. Nem kéne egyébként meghalni most már, mert elég sok lelkünk is van. Meg elég sokat haladtunk. Aha! Jó. Hé. Hogyha itt lemegyek, az dead. Hát, ja. Nincs ott semmi. Legalább raktak volna oda egy itemet, vagy valami, de semmi ilyesmiről nincsen szó. Vagy ide. Aha. De ott viszont van item. Köszi a kulcsot. Ott viszont van item, azért elmegyünk. Most találjam ki, hogy ez a kulcs, ez hová való. Remélem, hogy ez a tárgyért megéri az életemet kockáztatni. Ez egy plusz egyes rapier. Biztos nem rossz fegyver, de egyelőre nem szeretném használni. Na, és amit kivettek az összes Dark Souls-ból, meg minden más Souls-like-ból, és ebben van benne. Fel lehet mászni magasabb részekre.
Ez milyen dolog már? Tehát kurva jó is, miért nem rakták bele a Dark Souls-okba? Ott is néha olyan jó jött volna. Erre nem erre. Most komolyan találja meg, hogy ez a kulcs, ez mit nyit. Erre biztos, hogy semmit. De ez kurva jó amúgy, hogy így lehet mászkálni. Tehát valahova leessel, és akkor a Dark Souls-okban mi volt? Úristen, most izi Hamward bónózni kell, vagy meghalok, vagy most mit csinálják. Itt meg ebben a Demon's Souls-ban fogod, azt vissza felmászol. Tök jó. Please, help me! Nyugodjál meg. Majd helpelek. Most egyelőre azt keresem, hogy melyik ajtóhoz vettem fel kulcst. Várjál csak, ötletem van. Mert itt volt valahol egy folyosó szerű izé. Nézzük csak. Valahol itt van a csáó. Hogyha itt nyílik az ajtó, akkor kiszabadítjuk. Hát, nem. Úgyhogy ehhez a szinthez még mindig nincs meg a kulcsom. Viszont ahova én valószínűleg felvettem, azok itt ezek lesznek. Egyszer. Meg a másik oldalához is. Bizony, bizony. Nagyon jó, na haladjunk. Ó, de jó! Jó, várunk egy picit, hogy közelebb jöjjön. Vagy hogy megforduljon. Nem hagyunk neki időt varázsolni. Jaj, van még egy! Rohadjál meg reggelre! Jó, várjál. Csáukám, az nem gyengén ki akar szabadulni. Zseblélek. Hogy csapdossa az ajtót. És ez volt a másik, amit kinyitottam? Igen. Jó, hát akkor igazából tök mindegy, hogy melyik oldalon megyünk. Úgyhogy elnézünk erre. Megnézzük ezt az ajtót. Nyissak hát. Másik oldalt nem? Csak így ennyire? Jól van. Na nézzük, hogy itt erre jobbra mi van. Oho. Tehát tök mindegy, hogy melyik irányba megyek, ugyanoda fogok kiukadni. Oké. Ez? Ez semmi. Ó, tudja, hogy azt a szart ki... Jó, igen, azt a szart ki fogjuk kapcsolni. Itt erre lehet jönni főfelé. Itt van sperma függöny. Kapcsoljuk csak ki. És csak kérdem, hogy egyébként ezt kikapcsolta be? Na mindegy. Tehát minden esetre érdekes. Ez mi? Zseblélek. Clever Red Ring. Mindjárt megnézem, hogy az is micsoda. Na jó. Itt. Az a baj, hogyha én itt lemegyek. Itt nem biztos, hogy vissza fel tudok jönni. Habár... de.
De, vissza tudok jönni. Jó. Csak a hosszabb úton. De legalább megérte volna. És nem érte meg. Legalább valami olyan tárgy lett volna. Akkor itt ennek ezért van értelme. Itt ennek a résznek, ahol mondtam, hogy legalább raktak volna ide valami tárgyat. Jó, raktak oda tárgyat, csak innen nem volt látható. Oké. Anyád, mennyi hulla meg nyílvessző, meg minden van itt. Jó. Azt mondja, hogy most eljövünk. És itt fel lehetett menni a toronyba. Felnézünk, várjál. Arra a sarokba nem megyünk el. Szóval mi van itt fenn ebben a toronyban? Felmennék. Hol van már a teteje? Jaj, le ne ugorj. Jézus úristen, ez a hosszú folyosó. Terasz. Oké, ott lesz egy tárgy. De hogyha tök fölöslegesen jövök el erre, az baj. Ja, és igen, itt lesz a boss amúgy. Csak vannak olyan dolgok, amik nem igazán vannak meg. De ott van lent a boss. Itt van egy tárgy. Milyen tárgy ez? Silver Catalyst. Ez egy varázsló cucc. Ott lesz a bosszunk. Tök jó. Most mehetek át a másik oldalra is. És ott van a falon a kulcs. Tök jó. Na mindegy. Tehát visszaszaladunk. És felmegyünk a másik toronyba. Futás. Fú, de rohadt kíváncsi vagyok, hogy a remake-ben ezek a pályák hogy fognak kinézni. Láttam egy-kettő képet. Meg a pálya dizájn is, meg minden, mennyit fog változni. Rohadt kíváncsi vagyok. Ahogy megjelenik, már kezdem is végigjátszani. Rohadtul várom a remake-et. Jó, azt mondja, hogy erre, itt erre kimegyünk a másik oldalon. Erre. És mielőtt tovább megyünk, ugye vettem fel egy gyűrűt. Ezeket ide kiveszem, nem kell. Igen, valahogy sejtettem, hogy Magic Power-t növel. Ez viszont ugye 30%-kal nagyobbat sebzek, hogyha alacsony a HP-m. Jó, nem sűrűn fogunk alacsony HP-n rohangálni, de ha mégis, akkor sebezzünk már nagyobbat. Azért az a 30% az nem kevés. Azért 100-as ütésnél az csak 130. Futás. Fú, ez a hosszú folyosót. Azt a rohadt életbe. És ide is majd le kéne esnem. Jó, majd leesünk. Na, most fog jönni az a rész, hogy felveszik a kulcsot, és vissza kell mennem majd a területnek a korábbi részeire. Na, itt van egy csávó. Szia. What do you want? Mit akarok? I am a humble servant. I do not wish to interfere. I won't cause you trouble. I won't. Én se. Majd elmondom, hogy őt miért kellett megölnöm. Ez egy speciális kulcs. Ő nem akart bajt. Erre mondtam, hogy én se. Okkal öltem meg. Jó, akkor most fog jönni az a rész, hogy visszamegyünk és kinyitogatjuk a maradék ajtót. De előtte ezt a tárgyat lehet fel kéne, hogy vegyem. Hallod, és nem tölti be a játék az enemit. Beszarsz.
Jé, te egy NPC invéd. De poén. Kaptad a... Mindjárt meg fogsz halni. Na mi van mi? Azért van HP-d rendesen. Rip. Mit adsz? 1100 szólt, meg én cuccokat. Oké. Na, most hogy ő meghalt, visszamegyünk, és a maradék ajtót kinyitom. Ezzel a speciális kulcsot, és utána meg megyünk boss-tölni. Egyébként milyen érdekes, hogy egyébként, hogyha belegondolunk, hogy egyszer haltam meg, de igazából, már itt ezen a területen, igazából azzal nem is veszítettem sok időt. És mégis, most fogok menni a terület végére, és már majdnem 50 percre megy a felvétel. Hogy azért, hogyha alaposan szétnézünk, akkor ez egy eléggé hosszú pálya. Ami egyébként nem rossz, mert nekem ez a börtönös környezet, ez nagyon bejön, csak ezek a hülye kamera rángások ne lennének, és ez az ajtó sem nyílik. Ezért jöttem vissza, nyugodjál meg! Hát akkor ez a kulcs, ez nem nyitja. Kárnak jöttem ide vissza. De most tényleg. Miért? Hát ha én ezt tudom. Jó. Ki kellene találnom, hogy... Igen. Hogy mi lesz majd az irány, hogyha megyünk a bosshoz. Ez lesz az irány. Mert ugye ez a Demon Souls, ez ki van ám találva, hogy itt inkább shortcutok vannak, meg ne halljál meg, mert minden egyes terület elején van csak bonfire. És azért eléggé nagy utat tettem meg ahhoz, hogy itt most meghalljak. Úgyhogy nem kéne meghalni itt a bossnál. Mondjuk nem elvileg, nem hiszem, hogy nehéznek kéne lennie, mert itt a Demon Souls-ban inkább a pályák, amik szivatósak, nem a bosszok. Ja, mondjuk a végén azért van egy-kettő, olyan nehezebb. Man Eater, fuj! Na nézzük! Ha azt mondom, hogy ők lesznek a boss, nem véletlenül mondom így. Fool's Idol. Lehet idézni. Miért idézzek? Mondjuk az eléggé szemét, hogy bosshoz beraknak egy csomó ilyen mobot. Jó, majd azt is felveszem később. És inkább megölök mindenkit, aki a utamba áll. Ezt mondjuk nem tudom, hogy vastabó! Na ez volt! Na, ez szemét! Ez szemét! Jó, akkor rohadjál meg. De jó, hogy a fal mögött kapott el.
És most jön a neheze. A sok közül meg kell találni, hogy melyik a boss. Várjál? A targetból kiderül, ugye? Igen. A targetból kiderül, amelyik feje fölött nincsen HP-csik, az az igazi. Hogy a kurva anyádat, azt! Whee! Engedd el! Fú, ez a boss. Whip! Jó, támadj. Most én jövök. Hú. Nem baj. Meg is vagy. Ez gyors volt. De nem már, hogy... Oh-oh, ez baj. Jó. Mi lenne, hogyha két kézbe fognám inkább a fegyvert? Csak hogy... Egy ütés! Érted? Egy ütés kell neki. Nem ő az? Ő az. Meghalsz! Na! Meghalt egy boss. A kurva anyját, azért szemét volt, hogy így folyamatosan lebénítottak. Na és akkor mondom, hogy Fenty miért öltem meg azt a csávot? Közben lehet, hogy a facecam vagy mi az Isten a háttér elkezd majd genyózni, mert beállítom faszán a fényeket, be van borulva, és elkezd kisütni a kurva nap! Na. Szóval Fent a muksót azért öltem meg, mert hogyha ő életben van, akkor itt, hogyha megölöd a bosst, nem történik semmi. Ha kimész a kötfalon, mert ott megmarad a kötfal, és visszajössz, megint meg kell ölni a bosst. Ezt egész addig kell ismételni, amíg fent az a muksó életben van. De mondjuk azt a tárgyat én szerettem volna felvenni, ami ott volt az altár mögött. Ó, és ezek is benne voltak az előzetesben. Ez benne volt az előzetesben. A remake-nek az előzetesében ez benne volt. Azt a kurva! Rohadt jó. Imádom. Imádom. Hát hello. Nem nyomtam gombot. És előre gurultam. És mi van, ha visszafelé gurul, meghalok? Hát ne csináljál már ilyen hülyeségeket, hello. Oké. Okay. Ja. Ja, igen. Ezt a területet egy kicsit későbbre hagyjuk, úgyhogy a meniterhez nem megyünk el. Ha nem, előbb elmegyünk és szintet lépünk, és utána belekóstolunk az új területbe majd. Majd a következő részben. Na, de először. Elnyomunk egy csomó olyat, hogy zseblélek, mert van nálunk. Csak azt inkább így. Új, 2000-et ad, nem is rossz. Ezek meg egy ezrest. Nyolcszázat. De szar, hogy ezt egyesével kell nyomni. Ha remake-be ugyanígy egyesével kell ezeket elnyomni, agyvérzést kapok, csak mondom. Vagy mondjuk a Blue Point azért nem hülye.
Tehát, hogy a Prepare to Die, ugye Dark Souls, abban is ugye így egyesével kellett elnyomni a lelkeket, és a remasterbe meg már belerakták azt, hogy egyszer el tudtál pattintani többet. Úgyhogy valószínűleg, hogy a Demon's Souls-ban is meg fogják majd ezt lépni. Jó, és elvileg több lélek nincsen nálam, csak ugye a bossé, amit elnyomunk még. Így, 7600-ért. Megnézem, hogy tudok-e fejleszteni. Upgrade weapon. Ezt. Nem tudom 5-ösre felhúzni, mert kell large, sharp. Mennyi kell belőle? 3 és 2. No interest, eh? Hol van a szintlépős csajszi? Gyere csak ide. Thou seekest then tap. Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. So the world might be mended. Nem tudok több szintet lépni, jó? Art thou done? Main thy... Jó. És ezzel a 394 szóllal viszont felszaladunk és meghalunk. Mert én egyik világban se fogok kimenni azért, hogy előbb bukjam a tendencit. Na, most viszont, hogyha itt meghalunk, visszamegyek ide a Buryba, és végigmegyek a területen, és a boss arénába hagytam én ott tárgyakat. Ez nem számít halálnak, ez direkt volt. Na. Visszamegyünk. Oké, és ide. Nem, hanem ide. Yes. Azaz hang recsegél, ezért vettem egyébként az Avermédiát. Mert a PS3 nem az Avermédiáról megy, hanem a régi Capture Cardról. Az Avermédiához kell ilyen HDMI stripper, hogy a HDCP védelmet ki tudja ütni. De miért erre jövök? És ez még a régi Capture Card-dal megy. És ennek néha recseg a hangja, meg nem jegyzi meg a beállításokat, meg ilyen baromságok. A PS4 az gond nélkül megy az Avermédiával. A 3 az nem. Majd valamelyik nap lesz hozzá cucc, ami elvileg megoldja eme problémámat. Szeretted volna, mi? A személy. Na várjál. Nem emlékszem, hogy itt melyik oldalra mentem. Nyilván erre jöttem. Fú, amikor végig kell szaladnod újra a pályán, és emlékezned kell arra, hogy merre mentél. Ez most az a játék. Vissza kell menni a boss arénába. Mr. Tárgyért. Erre csak. Aha. Oké, jó felé jövünk. Ez az. De egyébként milyen érdekes, hogy nem dobnak igazából semmit. Mondjuk lett volna egy rövidebb út is. Miért nem arra jöttem? Most már mindegy. Hát ott fent valahol ki tudtam volna jönni. És akkor egyből oda a szobornál kötöttem volna ki. Erre eljövök a hosszabb úton. De hogyha eljövök ide a boss arénába, és olyan tárgyakat hagytam ott, ami nekem nem kell, meg nem éri meg, meg nem 5 milliót érő zseblélek, akkor vége lesz a videónak. Visszamegyek a Nexusba, és vége lesz a videónak, hogyha nem 5 milliót érő zseblélek van itt bent. Hát ez nem az.
lehetett olvasni egy üzenetet. Szóval én ezt a tárgyat felszerettem volna. De miért nem engedi, hogy felvegyem a tárgyat, ami ott van mögötte? Miért nem engedi a játék, hogy felvegyem a tárgyat, ami ott van mögötte? Miért kell beadnia ezt a szart? Miért nem lehetett megcsinálni úgy, hogy mit tudom én, oltár megérintés, és akkor jönnek ezek a hülye démonok és felhoznak ide? Miért így kellett megoldani? From Software, ezt a remake-ben javítsátok ki! Köszönöm! Illetve From Software, ezt miért így kellett? Bluepoint, kérlek, ezt javítsátok ki a remake-ben. Csak hogy pontosak legyünk. Na. Azt mondja, hol van a... Nem ez kell nekem. A pokkos terület kell. Mégpedig ez. 3 kicsi, meg 2 nagy. Ha jól emlékszem, az kell a fegyverfejlesztéshez. 3 kicsi, meg 1 nagy. Mert itt rögtön van egy kereskedő. Akitől lehet venni nyersanyagokat, és akkor rögtön le is tudok menni a kovácshoz. És ő meg tud majd húzni a fegyveren. Már mondjuk ezzel a kevés lélekkel fasság volt ide eljönni. Na, mindjárt kiderül. Ebből kell legalább 3. Jó. És igazából ennyi, mert szintet lépni, kardot fejleszteni nem tudok, mert large-om meg nincsen, és nem akarok elmenni a pók utáni területre, ugye a hülye kristálygyíkokat megöldösni, mert ott van egy csomó. Na jó, ezzel megvagyunk egyelőre. A cuccainkat most itt szépen, mondom, a cuccainkat kidobáljuk, ami nem kell. Hát ezeket. Ne foglalják ezt. Hát majdnem tele volt a... Heavy crossbow. Nem kell. Nem kell. A shield se kell. Ezek kellenek. Ez se kell. Nem kell, nem kell. Nem kell, nem kell, nem kell, nem kell. Nem kell, nem kell, nem kell. Nem kell. Jó. Gyűrű. Nem kell. Na, egyből jobban állunk súly ügyileg. És akkor nézzük meg, hogy itemeket ki tudunk-e venni. Ezt mondjuk kivesszük. You have a heart of gold. Így. Sőt, akár ide. Nem ide. Ide. Be is rakhatnám. Mi az, hogy nincsen elég skillem hozzá? És tényleg nincsen, még két kézben se. Az kellemetlen. Az nagyon kellemetlen. Na jó van, srácok, én elköszönök tőletek, mivel megígértem, hogyha nincsen ott 5 milliót érő lélek, akkor vége a videónak, és nem volt ott. Úgyhogy én elköszönök tőletek, ennyi lett volna már a Demon's Souls. Innen fogom folytatni legközelebb, és én már tudom is, hogy merre fogok elmenni, és a hátam közepére nem kívánom, meg az ellenségemnek sem azt a területet, ahova menni fogunk. Ebből mindenki találja ki, hogy hova fogok menni a következő részben. És ha minden igaz, akkor 2 területet is megcsinálok egyszerre. Oh, nem akarom, de muszáj lesz. Na, én köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!